Át kell váltanom ide egy pillanatra, mert itt a hangot át kell állítani. El fog állítódni a kép is, de azt majd mindjárt visszahozom. Fit to screen. Úgy is van. Na, meg vagyunk. A 42 az élet értelme, meg is van, mehet a romantika. Menjen a romantika! Ja, amúgy ide akartam váltani, csak nem tudom, hogy miért nem sikerült. Na, itt is vagyunk. Hát a Dorf romantikkal nem játszottam mostanában, úgyhogy... Hát nem lettem ügyesebb. De a lelkességet is díjazni kell, nem? Nem tudom, hogy egy emberből egyet fogad el. Ugye ez volt az előző játékom. Ezt streamen csináltuk, azt hiszem, de lehet, hogy offstream játszottam egy ilyen 24 ezer pontosat. Úristen, kettő darab egyenes sínnel indulunk? Fú. Hát, jó. De nem a legjobb, de jó lesz. És ezt így hogyan? Menjen rögtön lefele? Hát menjünk lefele akkor. Tigron, igen, az egy jó pofa poén, azt én is láttam TikTokon. Jó, a vizet kellene majd innen, és akkor ide fölfele, a fölfele indítsuk el a várost. A vizet meg akkor innen. Így, jó. Oké. Hát ezt semmi esetre se szeretném így. Viszont így elég nehéz lesz kihozni onnan a várost. Nem tudom, próbáld ki, hogy többször engede oda fölírni. Jó, mindegy, megpróbálunk innen indulni. Jó, ez már jó jel, hogy ide... Aj, úristen! Nagyon jó! És innen ki tudom húzni a vizet. Ez egyszerűen szuper. Ez így meg még jobb, mert ott majd azt lezárni szeretném. Na, ez most jó indulás. És akkor erdőt pedig húzhatok itt a város mellett. Aha! Na, ez így zseniális lenne. Engedd, mert az előzőben nyomtál többet is. Na, akkor meg is kaptad ott az infót. Hát hogy rakjak le ide házikókat? Csak ott akkor bezárom azt az erdőt. Majd lefele akkor még ki... rögtön víz. Oké. Adom. Egy kis házikó. Búzával. Most tök jó tájlokat ad. Azt ott lezárom, hogy majd mehessen a touchpaddal, nem egyszerű a játék? Mi? Azt a játékot touchpaddal játszod? Most viszont meg már itt vizesedünk. Vizesedünk, erdősödünk. Úristen, ennek a zenéjét még mindig imádom ennek a játéknak. Bár hozzá kell tennem, hogy egy idő után bele tud aludni az ember. Nem tudom, hogy hányszor játszottatok mondjuk ezzel a játékkal így ilyen hajnali órákba. Hát nekem volt szerencsém hozzá.
Avid nedvesedik. Amúgy ezt itt még akár szívesen össze is kötném. Csak ugye innen majd az erdőt ki kell húznom. Hát ez túl szép lett volna, hogy igaz legyen. Tessék, bekötöttem oda. Na, ezzel most talán ki tudom húzni. Bár nem tökéletes a tájl. De lehet, hogy nem is lesz soha tökéletes, úgyhogy nem abból kéne kiindulnom szerintem. Wow, ez de menő lenne ide, hogyha pont beférne. 300 játszottam ezzel, hajnali 2-ig, de kiszámolja. Igen, nekünk is volt egyébként egy-két olyan alkalom, amikor így a srácokkal nagyon belemerültünk, és hát egy jó pár órát belecsattintottunk. Ó, de jó lett volna, hogyha ezt... Még az nem sokon múlik, hogy ez tökéletesen funky legyen oda. Na, ez? Ez sem pont jó. Ezt amúgy, hogyha bekötöm, akkor egész jó is lehetne. Ez egy 10-es. De 10 pluszos. Akkor ez jöhet. Na várjál, itt viszont lehet, hogy össze tudjuk majd hozni a városkával. Ezt még az is lehet, hogy be tudom majd oda húzni. Ha ez oda nem. Ezt így pont nem köti össze. Viszont ide meg jó lehet. Vagy berakhatom ide is. Hát legyen inkább így. Azzal már azt ki is pipáltuk. Van egy házikó és búza. Hát, az ott oda úgy nem. Ajjajjaj, kezdődik. Anya kezdődik. Ilyenkor egyébként ti ezt szoktátok ennyi ideig, tehát hogy szoktatok ennyi ideig agyalni ezen, vagy igazából már túl gondolom, és sokkal gyorsabban leszoktátok tenni ti ezeket a tájlokat. Szoktatok ti arra figyelni, hogy mindenhova, tehát hogy tökéletesen rakjátok le, vagy annyira azért nem? Az a baj, hogy ezen meg sok erdő van. Hát inkább húzom az erdőt. Nem próbáltad még ki ezt a játékot, Yoda? Mindig megpróbálom azt, hogy hát ha találok olyan spotot, ami hát hogyha nem is minden tekintetben tökéletesen illik, de hogy minél több helyen perfekt egyezés van. Mert ott várost úgy sem fogok, és akkor itt még a búzák azok jöhetnek. Ez így például tök jó, mert így az erdőt tudom ebbe az irányba növelni. Hm.
Legyen akkor az most legfeljebb van ott egy kis plusz házikó extrába. Így. Na, víz. Amúgy ez így nem tudom, hogy most ez így egyre jobb, vagy egyre rosszabb lesz. Na, házikó. Ezt így össze tudom passzintani vele például. Az ott jó is. Most kaptunk egy... Azt szeretném majd ott lezárni. Endrének úgy érzed, veszélyben van az első helye? Na, figyeljetek, én csak örülök neki, hogyha... Ja, látom, Yoda közbe posztolt a Discordra, majd el tudjátok olvasni. Na nézzük csak, tehát kellene nekem egy olyan, ami az a kis ház. Ez végül is ott jó, az nem zavar senkit. Na, folytatódhat végre a Sheen. Hát azt ott, figyeljétek, én azt beáldozom azt, hogy az ott nem lesz tökéletes, de a Sheen-t kell továbbhozni. És ez is majdnem tökéletes oda. Ide viszont tökéletes. Ezt be is csattintom. Na kell egy 30 pluszos erdő, ami ide például tökéletes, vagy tudok majd innen is indítani. De szerintem én maradok annál, hogy ez lesz itt a nagy erdő. Na jó, az nem érdekel, hogy nem hatos tökéletes, de mennyire királyul néz ki, hogy ott van egy kis házikó. Hát az milyen cuki már. Ráadásul, hogyha ezt itt bezárom, akkor lehet, hogy ki se tud jönni majd. Oké, ott lentről már nem kapcsolódik össze semmivel. Itt még csinálhatom ezt. Lehet, hogy nem akarom először bekötni, hanem csak szimplán folytatom. Ezzel kettő küldetés meg is lett. Én ezt hozom így. Ez jó. Ahogy ez most alakul, ez egyelőre tetszik. Jó, ezt a házat mindenféleképpen ide kellene hozni. És hogyha így húzom, akkor utána még az is bele lesz csatolva. Tizenhat pluszos ház, na, várjál csak! De nem, mert akkor ott meg már a búzára is kell figyelni, úgyhogy ezt inkább csak innen hozzuk. Méghozzá úgy, így. Mert így akkor azt a részt lezárom. Szuper. ACM meglódult. Micsoda? Endre, vért izzad az első helyért. Azt mondja, ACM megvan. Na, ACM átvettem. Majd a stream végén még becsekkolunk, megnézzük, hogy kinek hogy sikerült. Kanyarintunk. És itt pedig, hogyha ezt elkezdeném fölhozni... Százhuszonhármas erdő. Hát én ezt lehet, hogy inkább így tenném le, és majd összekötöm őket. 6 pluszos mozdony. Nagyon jó. Megfordítom, és akkor el is indul. Juhú! Megy a kis vonat! Na, egy 8-as házikó. Na látjátok, ezért volt jó, hogy ezt még nem kötöttem be, mert így tudunk csinálni egy ilyet.
Ez majd hozzáadunk kettőt. Nem, azt ott lezárni szeretném, nem akarom, hogy kanyarogjon. Vagy kanyarincsuk ki onnan? Oké, srácok, ezt most döntsétek el ti. Folytassam ebbe az irányba, mint hogy így lefele vagy fölfele, tök mindegy, vagy áldozzam be azt a spotot házakkal meg mindenestől, és onnan szedjem ki. Igen, ez a hype vonat elindult, úgyhogy lehet vele számolni. Ne szívassatok, úgy megörültem a 24 pontomnak, erre fel se kerültem a listára. Mi van? Na jó, a stream végén megnézzük. Kanyarincsam le innen, azt mondjátok? És akkor kakkantsuk le, hogy ott az nem lezárva lesz, hanem... Mert innen tudunk mókolni akkor még vele. Folytasd lefelé. Jó! Folytatjuk akkor lefelé. Na, ezt nem csatolhatom hozzá, mert akkor kiixelődik. Oda kell egy kettő darab ház. Hát, viszont egy oldalt beáldozok, de ez ide nagyon szuper lenne. Mert ha így, bár ha így rakom le, akkor meg még jobb. Hogy megy? Hangja is van, halljátok? Nyomja a kis vonat! De oda is lehetne erdőt csinálni. Uha! Na, itt meg fogunk indulni egyébként egy másik házcsoporttal, ahogy látom, de az nem baj. Az bajnak... Jaj, ne már! Really? Fucking hell! Majd valahogy megoldjuk. Fú, ez itt egyébként nagyon egyre viccesebben néz ki ez a... Bazd meg, megint vizeset adott. Na, egy 9 pluszos sínes móka. Fuck. Szerintem... Jó, mindegy, ezzel nem tudok foglalkozni sajnos, hogy ez a búzamező is még jó legyen. Az nem lesz jó. Na, házikó, de ezen is sok ház van, úgyhogy ez nem jó oda. Folytatjuk ebbe az irányba is, mert akkor így többször tudom majd összekötni. Hopp, nem, várjál, az kettő, az pont kell. Milyen jó, hogy eszembe jutott. Ti csak azért küzdtök, hogy felkerüljetek a listára? Na, hát azért
biztos, hogy később még sokkal több pontokat fogtok gyűjtögetni, ahogy mindenki belejön. Innen el tudom kezdeni kikanyarintani az erdőt, és oda majd csak random berakunk egy lezárást. Vagy az erdőt, azt csak szimplán folytatom innen. Ez ide perfekt. Kettő darab házikó. Egy teli víz. Teli búza. Pipa, nagyon jó. Erdő. Azt nem kellene, mert ott az inkább lefele kellene ide jönnöm. Ezt tudom szerintetek úgy? Nem. Nem tudom úgy forgatni, hogy teljesen jó legyen. Viszont így bekötném azt az alsó búzamezőt. Igaz, áldozok be slotot. 50 pluszos. Hát az easy. Srácok, azt tudjátok, miért lenne ott durva? Mert ha azt oda fölrakom, akkor azzal elindíthatnék ebbe az irányba egy új vizet. Mert lesz rá szükség, tehát több vizes blokkra lesz szükség, és nem tudom, hogy azzal járnék-e jobban, hogy itt is lenne egy vizes blokk, vagy akkor csak szimplán lerakom majd mellé, és összekötöm. Mert ezt most be tudjuk rakni ide. Mert hogyha azzal számolok, hogy ez csak víz, az is jó, de ugye ezzel tudok segíteni a kisvasútnak is. Mert ezzel meg tudom oldani ezt a részt, hogy ne kelljen lezárni, mert akár onnan nem húzok ki semmit. Sajnos ez sose lesz akkor perfect tile. Várjál, és ezt lehet máshogy is forgatni? Mindenféleképpen nyitott lesz ott. Jó, akkor nem. Jó, akkor segítettünk a kisvasútnak. Így összekötöm azt a kettőt. Így meg még besegítek az erdőnek is. Amúgy most búzás küldetésem nincsen. Úgyhogy akár le is zárhatnám ezt itt. Mert a búzamezőt most nem feltétlen kell tovább. Vagy még, várjál, jó, így még jobb. Mert így az erdőt is összekötöm. Jó lesz az ott. Ne alázzátok már pihét. Majd neki is menni fog. Adjatok neki egy 1-2-3 hetet, és ő is belejön. Ő tudjátok, hogy lassabban szokott ezekhez a játékokhoz csatlakozni.
Hát, na ennek a víznek egyáltalán nem örülök. Basszus, az oda majdnem... Az majdnem tökéletes. Nekem egy háromoldalú búzamező kellene. Hát ez pont ugyanolyan, mint amit az előbb kaptam. Tudom, három oldalú, de nem így három. Ha nem játszottál, hogy van 31 pontod? Most figyelj! Amúgy tök jó, mert Dolph romantikozok, és közben ti meg azzal a játékkal játszatok, aztán így lehet, hogy nem nagyon fogja érteni, aki becsatlakozik a streamre, hogy mégis mikre reagálok. De most figyeljetek, hányszor beszéltük már azt meg, hogy amit Pihe mond, hogy hány pontja van, az körülbelül olyan, mint amikor Kucsi dicsekszik a pontjaival. Felezd el! Felezd el, és teljesen jó lesz az eredmény. Hát, ezt oda akár be is rakhatnám, de mi lenne, ha nem? Ötvennégy pont... Úristen! És én még azt hittem, hogy... ezt lassan fogjátok csinálni. Na, hát innen még azt nagyon bele kellene kötni. Egy X mosolygós fej. Márk, köszönöm szépen a 10. hónapot. Köszi. Ez megint két oldalú, mi? Nem akarsz nekem beadni egy olyat, ami így három oldalon búza? Bazira nem akar olyat. Kettő házikó és egy fa. Amúgy abba az irányba kellene haladnunk fölfele. Úristen, de most komoly! Amúgy? Ezt én szerintem ide rakom. Hát ennél jobb helyre ez szerintem nem fog kerülni. Max ide. De szerintem még ezzel is jól járok. Baszki, lassítsatok, 42 a minimum. Micsoda? Hogy csináltok olyan sok pontot? Gondolom úgy, hogy nem vagytok balfaszok. 57 pluszos, ez így 42. Azt úgy pipálja. Ez meg még 41-et kérne. Na várjál, hol tudom jól hozzá passzintani? Úgy oda erdő kéne. Vagy azt az erdőt csak szarjuk le, és csináljunk egy ilyet. Na! Jó, figyeljetek, én ezt megadom. Tehát, hogy ennél szerintem nem fog oda tökéletesebb kerülni.
Tehát, hogy az oda nagyon belepasszol. Ez egy 6-os plusz, és így kötöm össze az egészet. De az lehet, hogy azért nem jó, mert hogyha valami kisebbet kell indítani, nem baj, hogyha ez még nincs összekötve. Mert ez így is beadja. Jó, legyen így. Aztán van ház erdővel. Ez így túl sok erdő. Az túl kevés erdő. Még így is húztam rosszra, van két egyforma. Várjatok, az a kép, az statikus kép? Tehát ez sose változik? Tehát, hogyha megjegyzitek a képet, akkor tudtok a következő ránt már gyorsabban csináljátok? Mert hogy megjegyeztétek, hogy mi hol van? Ja, hogy ez nem változik. Ó. És pihének így nem sikerül? Fura memória játék lenne különben. Hát én azt hittem, hogy amúgy változik. Na várjatok, ez ide szuper. És ide is, mert akkor összekötöm már rögtön, és akkor tudom folytatni kifele. Van már olyan, hogy ház és víz? Nincs mi. Negyven pontod van? Az igen, akkor neked is. Akkor te is belejöttél, jó van, ügyes vagy. A tizedik hely 40. Jaj. Ó, igen, látom már, hogy miért mondja a 40-et. Mert 42 alatt nem látszik. Nekem mindig annyi pontom lesz, amennyi pont nem látszik a ranglistán. Hát ezt nem tudom, hogy húzzam be ide normálisan ezt a vizet. Lehet, hogy így fogom. Szia, Patrik! Gábor, nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot! Köszi szépen neked is a támogatást! Na, ezt itt meg kellene szüntetni. De akkor azt a vizet már nem tudom tovább folytatni. Az nem jó. Az úgy nem jó. Hoppá, hoppá, hoppá. Az oda nagyon jó. Oké, most kaptam egy darab búzát, azzal valamit lezárhatok. Mondjuk ezt. De amellett meg nincsen izé. Vagy ezt. Azt még jobb, mert az még jobb. Ne! Sín! Vigyázat! Jön a sín. Na jó, ez akármennyire hülyén néz ki. Azt szerintem oda be kéne tenni. A hátulütője az, hogy akkor kizárólag akkor tudom folytatni a kis vasutat, ha egy darab szimpla egyenest kapok, mert azt fogja csak ide engedni berakni. Szerintetek az nagyon rizikós ide beválasztani most?
Ha ezt ide-ide rakom, akkor ugye vagy ide kell egy ilyen kurflit kapnom később, vagy erre a spotra egy full legyenest. Csak akkor tudok tovább haladni. Vagy indítsak el valahol itt is egy vasutat. Vagy rakjam le így. Végül is azt is össze lehet kötni egy Y-nal. Vagy most kikanyarintom ezt innen. Na megyek, amit zavar a búzáival. Kap be! Kap be a búzám! Jó, odarakom. Kell egy pont ötös víz. Tessék. Azt mondja, hogy itt ez meg már így akkor nagyon-nagyon üres lesz. De mindenképpen azt az erdőt kellene folytatnom. Csak mert az jó, hogy a város az errefele megy balra fölfele. Jobbra fele fölfele megy a búza. Az erdő az itt jobb oldalt lent van, a vasutat, meg a vizet, azt meg így húzom balra lefele, meg lefele. Legyen így. Azt ott azzal lezárom, az nem biztos, hogy jó. Ezzel mondjuk összeköt... Ja, nem kötöm össze. Ezzel lezárom. De legalább akkor... Jó ez, mert akkor így az erdőt azt tudom lefele húzni. Na, búza és... Fák. Van, de fák? Város. Városos küldim nincsen. Egy darab házikó. Kicsit idegesítő, hogy hiába kattintok, nem veszi be mindig. Igen, nekem is azt tűnt fel, hogy nem mindig érzékelte azt, ahova kattintottam. Az nekem is föltűnt amúgy. Azért lett csak 10 pontom. Azzal befejezett lesz, de az a 4 plusz miatt. És ezt így lerakom, akkor csak annyi történik, hogy nem lesz perfekt a tile, mert egy oldalról ház ér hozzá. De akkor még nem kötjük össze. Na nézzük, itt van egy... olyan tájl, amivel lehet, hogy két várost össze lehetne húzni. Ennél lehetne ez tökéletesebb akár? Zseni! Zseni! Mert ezen van fa. Ja, de nem annyi, amennyi nekem kellene.
Én találtam ma eddig új dolgot. Hogy micsoda? Én is találtam ma eddig új dolgot. Hell Coffee Rum Walnut. Hogy micsoda? Borzasztóan haladok ott fölfele. Na már ott pejhedzik valami. Egy 14 pluszos sín. Na most ezt innen elránthatom viszont. Vagy hozom ki azt. Hát, a fene tudja, hogy mikor lesz legközelebb izé egyenes sínem. Jó az ott úgy. Mert nem tudom, hogy az oda mikor fogok tudni bepasszintani mást. Yes! Kész, az egy búzamező is. Azt nem hagyom ott, az túlságosan tetszik. Tomi, mit ír? Adhatná gyorsabban a képeket is, amit meg kell keresni? Na jó, de egy idő után már akkor ezek szerint fejből tudjátok, hogy mi hol van. Igazából... Ó, vagy gyorsabban. Még kell 2 plusz búza. Na most például nem tudom, hogy mivel járok jobban. Most a 257-es erdőt, azt, tehát egy idő után ezt a kettőt össze kellene valahogy húzni. Csináljuk így is. Ma ott sok perfekt lett, csak akkor most minél előbb össze kell kötnem ezt a két erdőt. Kettő 57-es. Tehát úgy kellene húznom, hogy... Na hát mondjuk így pont nem fogom összekötni. Tizenhatos sín. Na hát én ezzel megyek lefele inkább. 45-ös búza. Az easy. És ezt meg még bekötjük föntre. Aztán figyeljétek meg, az lesz, hogy olyan szinten szopom be
ezt a gondolatmenetet, ezt majd bekötjük ide, ezt majd bekötjük oda, semmi nem lesz belőle, és el fogom bukni. Ez egy hatos víz. De már, hogy már ez is hosszabb. Jó, majd ott hódozunk egyet. Nézzétek meg, mert ebben ráadásul úszkál a hód. Figyeld? Elméletek majd mindjárt előjön. Ott van, látjátok? Ott a hód. Ott úszik benne. Búza és házikó. Ez így jó, csak így megint távolabb kerülök attól, hogy ezeket összekössem. Jó, és itt pedig ezt kellene folytatnom. Ha ezt ide rakom, soha nem fogom bekötni föntre, de lehet, hogy föntre nem is kellene.